Köszöntöm a Bonyhádi Napló minden nézőjét! Befejeződött az a projekt, mely a kerékpározás népszerűsítését segítette elő Bonyhádon. A programban többek között kerékpározásra megfelelő utak épültek, de része volt a programnak a szemléletformálás és a közlekedési szabályok elmélyítése is. A záró programban az iskolások kaptak kiemelt szerepet. 3, 2, 1, indulhatok! Arra azt hiszem, kevesen vállalkoznak, hogy kerékpárhajtású autóversenyezzenek. De a játék és a versengés sok kreativitást tal elő az emberben. Ez ösztönzi az embereket, kihívások vannak, feladatok vannak, amiket, hogyha teljesít az ember, kedve lesz ahhoz, hogy kerékpárra üljön. Szerintem ezek az akadálypályák voltak a legnehezebbek itt, amiket ilyen háromkerekűekkel kell megcsinálni, meg rollerekkel. Meg kell ugye kerülni a bójákat, és ezzel is rutin gyakorlatot szerzünk. Kézzel-lábbal hajtható ökojátékokat fejlesztünk, mint amit itt láttatok, hogy biciklivel hajtjuk ezt a kis autópályát, vagy ott van egy másik fajta, ami igazából a mozgásra hívja fel a figyelmet, hogy próbáljuk így közelebb hozni élménnyel, játékkal azt, hogy minél többet mozogjanak a fiatalok. És ezen a ponton találkoztak egymással a célok. Bonyhád város a kerékpározás népszerűsítő programot bonyolított, melyben szerepet kapott a népszerűsítés, a szemléletformálás és a megfelelő kerékpárút kialakítása. Mindez 260 millió forintot emésztett fel. A Két keréken Bonyhádon projektnek a záró rendezvényén vagyunk ma itt, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium általános iskolai tagintézményében. Örömre szolgál, hogy nagyon sok gyerek, nagyon sok osztály vesz részt ezen a mai programon. Igazából itt ügyességi játékokat szervezünk, hogy egy kicsit a kerékpározás szabályait megismertessük a gyakorlatban a fiatalokkal. A projekt első és legfontosabb eleme egy tájékoztató kiadvány, amely a város lakóihoz jutott el minden háztartásba. Ebben leírtuk, hogy mi is ez a projekt, vagyis a Percemor utca felújítása, az nem csak az útfelújítást jelenti, hanem a kerékpáros közlekedésre történő alkalmassá tételét is. Azt minden bizonyal minden bonyhádi már látta, és talán végig is ment már rajta, vagy autó, vagy kerékpárral, hogy a városközponttól egészen az ipari parkig már jó minőségű úton tud közlekedni, és ez kerékpárral is megteheti. A kerékpárra pedig kerékpár nyom, illetve kerékpár sáv, illetve a legvégén pedig kerékpár út hívja fel a figyelmet. A projekt célja az, hogy ezt a hivatásforgalmi közlekedést segítse elő, vagyis hogy kerékpárral minél többen közlekedjenek a városban, és minél több olyan utat építsünk vagy újítsunk fel, amely erre alkalmas. Ehhez a programhoz kapcsolódik az is, hogy a kerékpáros szemléletformálás a diákok körében terjedjen, minél inkább használjanak biciklit. És ez a program egyik része. Szerintem ez egy útnak az eleje. Tehát gyakorlatilag, hogyha itt valóban kiépülnek és összekapcsolódnak a biciklis utak, akkor jobban fogják használni, mint hogyha itt-ott át kell menni a főúton. Az, hogy van megfelelő út, csak az egyik eleme a kerékpározás népszerűsítésének. Fontos a technikai tudás fejlesztése és a közlekedési szabályok megfelelő szintű ismerete is. Ez itt, amint látjátok, egy kresszpálya. A kresszpálya sávokra van osztva, úgynevezett záróvonalakkal vannak elválasztva egymástól a sávok. Mit nem szabad csinálni egy záróvonallal? Nagyon jó, nem szabad rajta átmenni. Ilyen a napi közlekedést érintő kérdések is szerepeltek a gyakorlati és elméleti felkészítésben. Bonyhádi rendőrkapitányság mindig nagy örömmel veszi azokat a városi kezdeményezéseket, amelyben nem csak a rendőrhatóság, hanem a város is próbál a közlekedés biztonságáért tenni, és próbálja az emberek szemléletét pozitív irányban előmozdítani. Ez a kezdeményezés is erről szól, nagy szeretettel vettük a felkérést, hogy nem csak gyakorlati oktatásokat tartunk a gyerekeknek, hanem elméleti oktatások keretein is belül próbáljuk a közlekedési szabályokat, és főleg a kerékpáros szabályokat részükre átadni. Nagyon fontos elmondjam, hogy ugye a kerékpározáshoz és a kerékpár használatához nincsen semmilyen jogszabályi kötelezettség abból a szempontból, hogy bárki kimehet a közútra és közlekedhet a kerékpárjával. És ugye itt a legnagyobb probléma, hogy a gyermekek úgy közlekednek a kerékpárjukkal, hogy gyakorlatilag nem biztos, hogy rendelkeznek megfelelő közlekedési ismeretekkel. Nyilván ez a rendőrhatóság elsődleges feladata, de én úgy gondolom, hogy a szülőknek is nagyon fontos azon elgondolkodni, hogy addig, amíg a gyermekük nem rendelkezik megfelelő közlekedési vagy alapszintű közlekedési tudással, és nyilván egy jól felszerelt kerékpárral, addig a közutakra nem biztos, hogy célszerű kiengedni őket.
Az alsós és a felsős diákok adtak műsort a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola nyílt napján Bonyhádon. A programokon bemutatták a leendő osztályfőnököket, az iskolát és azt, hogy miért jó egy evangélikus általános iskolába járni. Az alsósok énekes és táncos műsorral sakbábukat imitálva, a felsősök pedig latin táncot adtak elő a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola nyílt napján. A szülőknek tartottak nyílt napot, hogy a döntésüket megkönnyítsék óvodás gyermekük beiratásában. Bonyhádnak a legrégibb általános iskolája, amiről szó van. Ezer éve megy itt a kétnyelvű német nemzetiségi oktatás. Kihangsúlyozott szerepet kap a nemzetiségi német hagyományok ápolása és a nyelvoktatás. És ugye a mai világunkban elengedhetetlen, hogy az ember nyisson az angol felé is, ezért idén úgy gondoltunk, hogy az angol programot is elindítjuk. Tehát kettő német osztályt szeretnénk elindítani, illetve egy angol osztályt. A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola célja az elsős diákok számára a tanulások megkönnyítése. Ezért is vezetik be a 2019-2020-as tanévtől kezdve a Lego Matek és a Sakpalota programokat. A Sakpalota programunk van tavaly óta, és idén szeptembertől el szeretnénk indítani a Lego Matek programot is. A Sakpalota programnak nem az a lényege, hogy gyerekek sakkozni tanulnak, hanem egy komplex képességfejlesztő program, ami által megtanulnak a gyerekek írni, olvasni, számolni, tehát erre is lehet használni. És hát igazából mi a legfontosabb itt a bejövő gyerekeknek? Írni tudjanak nagyon, számolni nagyon megtanulják, és a nyelvet kezdjenek el tanulni. Ez a legfontosabb. És erre kell egy kemény hangsúlyt fektetni. A Lego Matek pedig azért gondoltuk végig, tehát valahova mindig kell fejlődni a pedagógiának. Ugye a mai gyerekek azért sokszor jobban kezelik a telefonjukat, mint a telefonunkat, mint mi magunk. És könnyen unalmassá válik nekik az oktatás. A Lego Matek egy olyan program, ami a matek oktatást Lego által tanítja, egy érzékelhető, finom motorika fejlesztő, nagyon érdekes program a gyerekek számára, ami kibontakozhat akár középiskoláknál már robotika felé is. Kovács Ferenc elmondta, hogy nagyon jó a közösség, a tanárok és a diákok is befogadóak az iskolában. Amíg a szülőknek tájékoztatót tartottak a leendő elsős osztályfőnökök és az iskola tagintézmény vezetője, addig az óvodásokat egy külön helyiségbe vitték, ahol játékos feladatokat végezhettek leendő tanítóikkal, később pedig játékos vetélkedőket rendeztek a tornacsarnokban. Szimpatikusak a tanítónénik, még nem döntöttük, hogy mondjuk igazából a tanítónénit fogjuk kiválasztani. A 2019-2020-as tanévben a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola három első osztályt fog indítani. Egyet, amiben angol nyelvet oktatnak majd, és két nyelvű német nemzetiségi osztályból kettőt indítanak. Sógorom lánya is ide járt, és jól tanult végül is, és jókat hallottunk róla. Hát van ismerős, aki itt tanít több is, és jó, jó. Központban van, közel van a párom, hogyha valami van, ide tud jönni munkából akár. Az iskolában rengeteg közösségi programot szerveznek a tanévben, ami segíti az elsősök beilleszkedését és az osztályközösség fejlődését, együttműködését. A papírgyűjtéstől elkezdve egészen az Erasmus Plus programon való részvételig sok lehetőség van a szülőknek különböző elfoglaltságokra járatni gyermekeiket. Újházi orvos nyitott praxist Bonyhádon. Dr. Papp Tivadar várja a körzetébe tartozó betegeit a Percelmór utca 49-es szám alatt. Az orvos szerint a házi orvosi hivatás sokkal több, mint aminek látszik. Az orvosok részesei lesznek páciensei mindennapi életének. Vérnyomást mér dr. Papp Tivadar házi orvos Bonyhádon. 11 éve dolgozik házi orvosként, előtte szülésznőgyógyász volt a Bonyhádi Városi Klinikán. Bonyhádi háziorvosi praxisa előtt Nagydorog és Bikács településeken végezte el ugyanezt a munkát. Az orvosi pályára gimnazista koromban döntöttem el, hogy orvosi pályát választom. Ebbe részint családi indítatás is volt édesapám révén, és engem is így a biológia érdekelt a legjobban már gimnazista koromban is, és akkor ez így egyértelművé tette, hogy erre a pályára fogok készülni. Nagyon sok nyugdíjas, illetve idős háziorvos dolgozik, illetve sok olyan körzet van, ami nincsen betöltve, tehát nincsen állandó háziorvos, hanem maximum csak helyettesítés. Most, hogy ennek így pontosan mi áll a hátterébe, ezt én nem tudom megmondani, de azt így lehet látni, hogy valóban aki fiatalok között, vagy akik végeznek, tehát viszonylag
kicsi az érdeklődés a háziorvosi pálya felé. A háziorvosi rendelőknek rendelkezniük kell egy bizonyos alapfelszereltséggel, ez nincs másképp a doktor úr rendelőjében sem. Az alapfelszereltségen túl dr. Paptivadar néhány olyan orvosi kelléket is igénybe vett, amit otthonról szállított rendelőjébe, ezek segítik a betegek ellátását és megkönnyítik a háziorvos munkáját. Dr. Paptivadar egy kisebb kitérő után kezdett újra praktizálni, már háziorvosként. Igazából a szülészet, nőgyógyászat és a háziorvoskodás között volt egy pár éves kitérőm, amikor egy gyógyszercégnél dolgoztam, tehát igazából mondjuk így nem szakadtam el akkor sem az egészségügytől teljesen, de abban az időszakban a háziorvosi körzetekben elég nagy rálátásom lett, és miután visszaszerettem volna térni az orvosi pályára, akkor úgy döntöttem, hogy ezt fogom választani, és nem a kórházi vonalat, vagy nem ahhoz térek vissza. A háziorvosi pálya során gyakorlatilag a pácienseinknek kicsit az életeik részeseivé válunk, tehát nem mindig csak konkrétan a betegségeikkel kapcsolatban. Tehát egy háziorvos az sokkal jobban ismeri a pácienseit, mint mondjuk egy olyan szakorvos, akihez tényleg csak egy konkrét kérdéssel kerül a kórházba az illető. Most ez bizonyos szempontból ugye nehezíti is ezt a dolgot, de sok esetben könnyebbé is teszi, és hát szerintem ezáltal mondjuk érdekessé is válik ez a pálya. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy talán a háziorvosi pályának ugye a presztízse, mondjuk amiket említett, hogy sebész, ortopédorvos, szülész, nagyógyász kisebbnek vélik, pláne mondjuk ilyen fiatal kezdőorvos korukban a kollégák, aztán lehet, hogy eltelik egy 10-15 év, és akkor páran azért most is úgy fognak dönteni, hogy ezt a pályát választják inkább. Hát egy átlagos napja, ugye, attól függ természetesen, hogy hány településen rendel, ugye, ahogy én említettem, hogy a Cikó is tartozik, és a korábbi hely, ahol dolgoztam, ez Nagy Darog és Bikács települések voltak, ott is kettő település tartozott hozzám. Elkezdődik reggel az egyik településen a rendelés, érkeznek a betegek, asszisztensnő várja a betegeket, meghallgatjuk a panaszaikat, kéréseiket, igényeiket, és történik folyamatosan az ellátásuk. És akkor lezár a vége a rendelési időnek, ugye ezután van egy készenléti idő, amíg az ügyeleti idő délután nem kezdődik el, ebben az időszakban pedig ugye hívásokra a házhoz megy a háziorvos, vagy hogyha valami olyan sürgős dolog adódik, ami az ő hatáskörébe tartozik, akkor azt intézi, rendezi. Dr. Paptivadar Bonyhádon a második számú háziorvosi körzetben praktizál. Ez azt jelenti, hogy Bonyhád mellett a páciensek Cikón is élhetnek a panaszukkal a háziorvosnak. Idén is megemlékeztek Bonyhádon az autizmusban szenvedőkről. A Séta az autizmusért rendezvény üzenete az volt, fontos, hogy segítsük az autista gyermekek beilleszkedését a társadalomba. Kék sütik, kitűzők és virágok. Ezeket viselték a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai. Egy hatalmas molinót is vittek, amelyre a Séta az autizmusban élőkért feliratot írták rá. Az autizmus szociális, kommunikációs, kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely egy egész életen áttartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Van egy osztálytársunk, aki ebben a betegségben szenved, és én azt gondolom, talán azért jöttünk ide, hogy megértsük, hogy milyen autistának lenni. Tehát mi nem nagyon tudjuk ezt, átélni. Tehát mutattak nekünk egy videót, hogy milyenek az autista gyerekek, hogyan élnek, hogyan élik meg a körülöttük lévő emberek ezt az egészet, és hát azt kell, hogy mondjam, megérinti az ember. Tehát ha végignéz egy ilyen videót, megérti, hogy ez egy, ahogy a videóban is mondták, ez nem egy betegség, hanem ez egy állapot. És ne legyünk olyanok, akik ránéznek egy emberre, és első látásra ítélnek. Mert nem tudhatjuk, hogy az a gyerek autista, vagy nevelési problémákkal szenved. Ő olyan, ha beszélünk hozzá, akkor nem tud hirtelen válaszolni. Tehát neki kell 1-2 másodperc, hogy le tudja reagálni a dolgokat, és
ezáltal nagyon nehezen tudunk vele kapcsolatot létesíteni. Nikolov Bea elmondta, az autista gyerekekkel az általános iskola speciális tagozatán dolgoznak együtt. Szerinte a gyerekekkel való munkában van kihívás, de ennek ellenére jó velük dolgozni. Holomon is van, hogy a világ egy másik nézőpontból, ők egy másik nézőpontból látják a világot. Olyasmit tudnak adni, hogy egészen máshogy látják a világot, úgy rádöbbentenek az élet szépségeire minket, és felnyitják a szemünket, hogy milyen szép dolgok vannak a világban, ami számunkra teljesen evidens, számunkra teljesen hétköznapi dolog, azt ők nem mindig így látják. Egyre több ilyen autista gyerek van az iskolánkban, és azért gondoltuk úgy, hogy pedagógusok, hogy nekünk is lépést kell tartani velük, mert olyan 20 évvel ezelőtt nem igen találkoztunk autista gyerekekkel, de nem azért, mert nem voltak, hanem azért, mert nem voltak diagnosztizálva. Most ez a diagnosztika, ez most már annyit fejlődött, hogy most már ilyen kisiskolás korban látjuk őket, és megpróbálunk nekik segíteni, hogy még jobban be tudjanak illeszkedni. Bonyhádon már hagyománya van az autizmus világnapjának. Évek óta különböző programokat szerveznek az iskolások, tavaly ugyanúgy a polgármesteri hivatal előtt ért véget az autista gyermekekért rendezett séta. Idén annyi volt a különbség, hogy a rendezvény a polgármesteri hivatalban folytatódott. Itt egy videót vetítettek le az iskolásoknak, amiben megismerhették az autista gyerekek és szüleik hétköznapjait. 8 éve már megünnepeljük mi is az autizmus világnapját, 2007-es ENSZ rend határozat alapján ünnepeljük ezt meg. Én azért gondolom, ez nagyon fontosnak, a mi iskolánkban is vannak, akik az autizmussal és autizmus spektrum zavarral élnek. Ugye nevében is benne van a spektrum zavar, ez egy olyan tág dolog, amiben sokan nem tudják, hogy mit kezdjünk vele, mi ez pontosan. Tehát mindenkinek jelent valamit az autizmus, de ha megkérdezzük valakit az utcán, akkor nem tudja, hogy ez pontosan hogy definiálja. Ez a gyerekek, akik köztünk vannak és az osztályainkban járnak, hihetetlenül intelligensek néha, és mégis nem tudnak szociálisan kapcsolatot teremteni sokakkal. És azt gondolom, hogy erre rávilágítunk, és a társadalom többi tagja ezt érti, akkor úgy fognak velük bánni, és ezért fontos szerintem. Az autizmus világnapjának az a célja, hogy megértsük, az autizmus nem egy betegség. Emellett a másik célja a bonyhádi rendezvénynek az volt, hogy felhívja a figyelmet a beilleszkedési zavarokkal küzdő, autizmusban szenvedő emberekre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!